szólítok a piros sarokba. Gál Konrád, Szegedi Boxklub! És tisztelt hölgyeim és uraim, szólítom a kék sarokba, Hankó Kálmán Kási! Szorítóból következik az első menet. És a másik elődöntővel 69 kg-ban itt a második elődöntő, ahogy mondtam, a piros sarokban Gál Konrád, a kék sarokban Hankó Kálmán. Hankó rendkívül dinamikusan és gyorsan mozgó, öklöző most balla lépve talált fejre. Sok lábmunkájáról és a tánc tudásáról, már az ökölvívó tánc tudásáról láthattunk már ízelítőt a tenapi nap folyamán. Ugye Hankó egyhangú pontozással Albert Bélát velte, míg Gál Konrád egyhangú pontozással Képíró Ádámot búcsúztatta a további küzdelmektől. És pedig lássuk, hogy itt 69 kg-ban a második elődöntőn, amikor is Kozák László várja az ellenfelét a holnapi döntőben, ki fog hozzá csatlakozni. Egyébként érdekesség, hogy Kozák és Hankó rendszeresen találkoznak nagyobb tornák fináléjában. Nagyokat szoktak verekedni, kérdés, hogy ez holnap is adott lesz-e, vagy Gál Konráddal fog Kozák bunyózni az aranyéremért 69 kg-ban. Ez a bal csapott, ez nem talált sem. Kicsit csapkodós volt most Hankó. Gál ezt meg is próbálja kihasználni, most Hankó gyönyörűen indul meg. És egy nagyobb sorozatot el is vitte a lendület Hankót, próbált rázobítani Gálra. Szépen dolgozik Gál a sarokban, 4-5-ös kombinációval testre vagy fejre is talált. Csak Gál megindul, de most Hankó szépen vert keresztbe. Picit megcsúszott Gál. Figyelmezteti a vezető bíró Hankót, ha ne forduljon ki. Akkor, amikor már csak másodpercek vannak az első menetben, Hankó támad testre. Fönn a fej, mondja a vezetőbíró Hankónak, és ezzel ér véget valószínűleg az első menet, nem csak valószínűleg, gyakorlatilag is pörgős kis első 3 percet láthattunk. 1 perc pihenőt követően jöjjön majd a szorítóba a második menet, ugye mai nap, mai este 12. mérkőzése, ez a második elődöntő 69 kg-ban. Itt látható volt a Gál, most pedig Hankó sarkába látogatok egy kicsit, hogy mivel frissítik a KSI öklözőjét, látható törölközővel és jó tanácsokkal.
szorítóból következik a második. Szóval elszáll az írás, megmarad az egyperces pihenőknek, pedig mindig nagyon hamar vége van. Jöjjön is a második menet. Elég hamar meg kell szakítani a bunyót. Föl a fejjel, a szó legszorosabb értelmében. Hankó varázsul jobbal. Tehát ilyenkor szokta előkészíteni a balt. És akkor dolgozik le testre, aztán Gál megkínálta jobbra fejjel. Talált föl így lentről jobbal, felütött Gál fejére. Erő nem nagyon sok volt már benne, megfagyott a kraft. Ütés végére. Táncol körbe Hankó, Gál pedig követi. Állj meg, hallatszik a utasítás szépen. Alakul ki a bonyú, amikor pont eltelik a mérkőzés fele. Hankó kezdi fölvenni azt a elegáns stílust, amivel tegnap is megnyerte a mérkőzését. Csak kérdés, hogy Gál esetében ez mire lesz elég. Szépen dolgozik Gál, az utolsó hatos kombinációval két felütés, ez talált is. Hankó eresztett meg egy félelmetes jobb csapottad, elkerült a Gál Konrádot vele. Tovább folytatódik a mérkőzés. Hankó táncol, Gál Konrád tartja az ütőtávolságot. Próbál most lép be talán. És most sorozza Hankót, próbálja legalábbis sorozni, de szépen védekezik a Kási öklözője. Most ő ugrik be ütőtávon belülre. Valószínűleg ezzel lesz vége a menetnek, de csak nem lesz még egy nagyobb ütés. Na hát... Így se spóroltak az erővel a fiúk. Így ért véget a második 3 perc. Itt a második 69 kg-os elődöntőben. Mindketten ülve pihenik ki a fáradalmakat. Szorítóval következik a harmadik befejező menet. És lássuk a harmadik és egyben utolsó menetet a szorítóból. Fejet fel, szólnak Hankónak, nem fog. Hallatszik a verdikt a vezetőbírótól Gálnak. Úgyhogy el is kezdik egymást csépelni. Hankó talál most szépen ballal. Látszik, hogy mindent bele jeligére jöttek ki a harmadik menetre a srácok végére. Hát igazuk is van, hova tartalékolni, ez az utcsó menet. Már tovább. Sűrű fél perc volt. Szép találat volt. Reméljük
reméljük, hogy tud folyamatos lenni a bunyó, mert akkor szép dolgokat, csoda dolgokat láthatunk még itt. Gál hajolt el. Gál megy előre, és Hankó gyönyörűen üt. Idő, ha jól látom. Cipőfűzőt kell igazítani? Nem? Betűrni Hankó pólóját, rendezni a szerelést. Szűk 2 perc van vissza a mérkőzésből. De már mehet is tovább. És ha már mehet tovább, akkor Hankó elindult. De Gál is gyönyörűen támad közben. Hankó testre, Gál fejre támad. És Hankó följött bal a fejre. Hankó jobban talált fejen, de Gál is talált fejen. Gyönyörű kombináció volt Hankó ballal, kétszer is egyértelműen megtalálta Gált. Erősen is tisztán. Belépünk az utolsó percbe a találkozón. Nincs fogás, hallatszik. Nincs fogás. Mindkét versenyző megkapja a figyelmeztetést a vezető bírótól. Gyönyörű volt ez a bal csapott Hankótól. Megint egy bal csapottal indult Hankó, de ez most messze volt. Gál Konrád várát érintette csupán. És jobban próbálkozik fejre. Háromból talán kétszer talál is Gál. Utolsó 10 másodperc, még egy nagyobb roham van. Hankó indul meg, megint próbál, most testre dolgozik. Ez a jobb csapat elszáll Gál előtt, jó 20 centivel a levegőben. És akkor várjuk, nincs más hátra, mint hogy a pontozó bírók papírlapjait összesítsék. És utána a kesztyű lekerült a srácokról, fölemeljék a győztes karját, és kiderül, hogy a holnapi nap folyamán, december 8-án, a magyar ökölvívás napján, ki lesz 69 kg-ban Kozák László ellenfele a fináléban. Tisztelt hölgyeim és uraim, egyhangú pontozással győz, így holnap Kozák László ellenfele a 69 kg-os döntőben. A kék sarokba Hankó Kálmán Kelsi! Egyhangú pontozással, tehát Hankó Kálmán, mint mondottam, volt ez a két fiatalember, nem először találkozik majd bizonyos fináléban, óriási csatákat vívnak egymással, holnap se lesz másképp a 69-es fináléban, amely új bajnokot avat, hisz vagy Kozák László, vagy Gál Konrád, ez az eredmény. Az eredményes és az aranyérmes, a tavalyi győztes, Bacskai pedig